Enszabó József a Nyíregyházi Főiskola tanára közel 40 éves tudományos pályája a kultúrpolitika és a kultúrdiplomáciai kutatásokhoz kötődik. Publikációs listáján több mint 270 monográfiát, kismonográfiát, könyvet, tanulmányt, cikket publikált, és számos nemzetközi tudományos konferenciának résztvevője. Körülbelül 60 idegen nyelvű könyve és tanulmánya jelent meg. Augusztus 20-án a nemzeti ünnep alkalmából kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. Jó estét kívánok, tanár úr! Jó estét kívánok! Először is... annyiban módosítanám szerkesztő, hogy lovakkereszt. Lovakkereszt. Igen. Elnézést igen. Akkora. Igen. Ez kimaradt. Tanár úr, először is gratulálunk az elismeréshez. Köszönöm szépen. És egy kicsit beszéljünk az előzményekről. Hogyan kerülhet valaki egy ilyen elismerés felterjesztésére, ha úgy tetszik, tehát minek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki egyáltalán elinduljon, vagy pályázom ilyesmire. Hát, ahogy szerkesztő úr mondta, a tudományos munkásság, hát ez 40 éve folyik, akkor kezdtem, illetve folytattam, mert előtte én voltam tudományos gyakornok, doktori gyakornok, akkor úgy hívták ezt, előtte már szakdolgozatot is a kultúra és a politika viszonyából írtam, és akkor ez mindig szélesedett, elkezdtem komoly levéltári kutatásokat végezni, átnézni parlamenti jegyzőkönyveket, stb. És akkor így összeállt az egész, ahogy említette, 70 élvonalbeli folyóiratban összejött 200 MTMT cikk, ami azt jelenti Magyar Tudományos Művek Tára. Ez az akadémia által elfogadott folyóiratcikkek, a többi az nem az. Néhányról már egyébként ebben a műsorban is beszámoltunk, igen, hiszen beszéltünk azokról a monográfiákról, könyvekről, amik a közelmúltban jelentek meg. Erre majd visszatérünk, de beszéljünk arról, hogy hol vett át ezt a kitüntetést és ki adta át. Hát a kitüntetést a köztársasági elnök írta alá, ő adományozta, átadás a Vigadóban történt, és a Emberi Erőforrások Minisztere Balog tisztelendő adta át. Egyébként egy-egy ilyen elismerés annak, aki kapja, annak a munkájában ez mit jelent a későbbiekben? Egyfajta az munkájának elismerése, egyfajta ösztönzés, egyfajta nem tudom én összegzés, hogyan lehetne ezt megfogalmazni? Hát jól esett a kitüntetés, bevallom őszintén, nekem a legnagyobb kitüntetés az volt, amit előbb felsoroltam, hogy a tudományos cikkeim, dolgozataim, könyveim nagyon rangos folyóiratokban, kiadóknál jelentek meg, és ez jelzi azt, hogy életemnek talán nem volt olyan rész, ami értelmetlen volt, és utána ez természetesen jól jött, hogy kitüntettek ezzel. A kitüntetettek, akik jelen voltak ennél a lovakkereszt csoportnál, ugye ebben ez volt a legmagasabb, ezek többsége indokolt volt, 95%. Ha mindig becsúszik a kitüntetések közé, olyan is, ami esetleg nem odavalló, de ez reális volt. És ahogy mentünk lefelé, ott már bonyolultabb a helyzet. Ez mindig így szokott lenni. Egyébként, hát nem az egyetlen, vagy a, gondolom ez a sokadik kitüntetése már tanár úrnak, hiszen itt Nyíregyházan is átvett a közelmúltban egy hasonló hát elismerést. Hogyan sorakoznak ezek otthon a polcon, és hát, mondjuk ez mire emlékezteti? Én szakmai kitüntetést kaptam először, ez volt az Apáczai díj, az körülbelül egy 10 éve, és akkor utána kaptam a várostól az életmű díjat, azon kívül több kitüntetésem nincsen. Úgyhogy nem voltam elhalmozva ebben a műfajban, hogy kitüntetés, úgyhogy mondtam, hogy nekem az a kitüntetés, hogy élvonalbeli helyeken tudtam publikálni, meg világkongresszusokra járni. Tanár úr, beszéljünk egy kicsit magáról a kutatási területről. Ez a terület, a kultúrpolitika, kultúrdiplomácia, ez miért izgatja ennyire önt? Hát ugye egy ország szempontjából, egy nemzet szempontjából, de az egyetemes művés szempontjából nagyon fontos, hogy hogy alakul a kultúra. Nagyon fontos, milyen a kultúra és a politika viszony. Mert a politika dönt valahol a kultúráról, megint más káposzta, hogy a politika nem jó, ha beleszól a kultúrába, de a politikának kell segíteni a kultúrát, és a politika tudja elősegíteni a helyes és jó kultúrdiplomáciai kapcsolatokat.
Beszéltünk arról is, hogy ezek a tanulmányok, ezek a könyvek, ezek a kutatások, ezek hozzájárulnak ahhoz is, hogy mondjuk az ön intézményében, a nyíregyházi főiskolán például az oktatásba ezek bekerülnek, és hát nagyobb látótere lesz a hallgatóknak, több információhoz tudnak hozzájutni, tehát a gyakorlati részére vagyok kíváncsi ezeknek a kutatási eredményeknek, hogyan kerülhetnek be a mindennapokba. Természetesen. Én ezt a tárgyat, hogy kultúrdiplomáciát több mint 27 éve tanítottam, és ezt a tárgyat először speckolként, utána került be a nemzetközi kapcsolatok szaknál már főtárgyként, először bachelorben, majd a masterben, és majd népszerűségnek örvendett. Gyerekek olyan dolgokat hallottak, amit máshol nem hallhattak, sokszor egészen formabontó megközelítésben. Egyébként még az jutott eszembe, hogy ilyenkor az intézmény és akár a hallgatói hogyan viszonyulnak mondjuk, amikor az oktatójuk egy ilyen nívós díjban részesül. Ezt hogyan tudja kamatoztatni az intézmény? Hát gondolom örülnek neki. A hallgatók közül már egy-két gratulációt kaptam, egy-két kollégám is üdvözölt, küldött SMS-t, e-mailt, úgyhogy ilyen a hozzáállás. Most egyébként dolgozik, valamint gondolom, hogy igen, mert a legutóbb ugye a kultúrpolitikával foglalkoztunk, és ott a kommunista párt a világháború utáni helyzetről volt szó. Most esetleg mind dolgozik, melyik az az időszak vagy terület, amit szeretne megírni? Tudományos eliteket dolgozom fel háború után. Már ugye orvosok mentek, műszakiak mentek, természettudósok mentek, és most fog megjelenni, lehet, hogy már meg is jelent a jogtudományi közlemény, a jogtudományi elit, akkor sinem van, megjelenés alatt van a magyar tudományban a közgazdaságtudományi elit, és utána meg a humán elit, humántudományi elit, az pedig a történelmi szemlében. Úgyhogy ezek konkrétan, és folytatom természetesen az elit csoportok helyzetét 46 és 48 között, hogy itt a demokrácia szakasza volt, ott meg ahogy lebontják a demokráciát, és az az érdekes, hogy abban a szakaszban hogyan verik szét a régi elitet. Időnk lassan elfogy, de mielőtt adásba kerültünk, én már mondtam önnek, hogy szeretnék egy aktuális kérdést is érinteni, hiszen ez szerintem az ön területét is valahogyan érinti. Ugye ma a sajtó és a média is tele van a migráció kérdésével, és itt a kultúrák közötti különbözőségeket feszegeti mindenki. Ön hogy látja ezt a helyzetet? Csak röviden, mert én szeretném majd, hogyha egy hosszabb beszélgetésben is ezt ki tudná fejteni, de mivel aktuális az ügy, szeretném, hogyha a véleményét elmondaná. Hát szívesen eljövök, mert ez nagyon aktuális, mindenek körül forog. Ugye, ahogy Huntington mondta, 98-as nagy monográfiában, én meg már előtte mondtam több évvel, hogy a 21. század a kultúrák harca lesz, és nem ott lesznek a nagy összecsapások, ahol korábban, hanem eltérő civilizációk között, és ebből nagyon nagy bajok lesznek, és ez vezetett oda, hogy így nem lehet fenntartani ezt a problémát. Tehát a multikulturalizmus mind ilyen, az semmilyen szempontból nem tartató, se nem politikai, én tudományosan meg soha nem tartottam ezt egy komoly megközelítésnek. Mondtam, hogy már 92 óta ezt mondom, még féltem is annak idő, hogy valaki följelent érte, mert akkoriban egy olyan hullám volt, hogy micsoda nagyszerű dolog a multikulturalizmus, most bejött, hogy mennyire nem az. Tanár úr, még egyszer gratulálunk önnek a kitüntetéshez, és természetesen erre a témára visszatérünk majd későbbi műsorainkban. Szívesen jövök. Köszönöm szépen.